Imádkozzunk. Magasztaljuk és imádjuk a te szent nevedet, megváltó úrunk Jézus Krisztus, azokért a csodákért, amelyet a te igédből, a szentírásból bemutattál nekünk az elmúlt héten. Köszönjük a váltsághalált, az engesztelő áldozatot. Köszönjük, Urunk, hogy hagytad, hogy gunytárgya legyél nagypénteken, mert ez volt felőled megírva, így rendelkezett a te atyád, hogy te a tökéletes, a szent, a tiszta, bemutasd ennek a világnak, hogy mivé tudja tenni egy embert a bűn. És nagypénteken megalázva, meggyalázva, ott álltál tehetetlenül, noha mindennel bíró voltál, te voltál a mindenható Isten, és hagytad, Uram, hogy kileheld a lelkedet, és feláldozza az utolsó csepp véredet értünk, hogy legyen a bűnös embernek szószólója, megváltója. Köszönjük ezeket a csodákat, és szeretnénk elcsendesedni a te igéd felett, és kérni tőled erőt, hogy hadd legyünk hű tudakozói a Szentírásnak, mert felőled van megírva az egész könyv, hadd ismerjünk meg belőle téged, a mindenható Istent, aki azért lettél emberré, hogy mi emberek lehessünk, családapák, családanyák, hozzád hű szolgák. Urunk, adj nekünk kegyelmet a veled való járásra és a veled való élésre. Így áld meg számunkra ezt a csendet, és így adj nekünk kegyelmet, hogy a te igéd eljusson a mi szívünkig, a velőknek a megoszlásáig, és rabul ejtsen bennünket a te gazdag szereteted. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szent igéjét, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levele, 15. fejezetének az első 9 verséből, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyen ezt olvassuk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állottok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főként, amit én is úgy vettem, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami bűneinkért meghalt az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 11-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutószor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát. Testvérek, az elmúlt héten a nagypénteki kereszthalállal és a húsvéti feltámadással Isten olyan csodákban részeltetett bennünket a Szentíráson keresztül, hogy akik komolyan elolvasták ezeket az ige szakaszokat, az embernek beleremegett a szíve, hogy mi történt azzal a zöldülő fával, akiről ír Pál apostol, hogyha a zöldülő fán ezt művelte a bűn, a vallásos nép, a főpapok, az írástudók és az a sokaság, akik látták az Úr Jézusnak a csodáját, akkor mi lesz a száraz fával? Mi lesz velünk, ha a tökéletes Isten fiával ezt művelte a világ? És azok a vallási vezetők, akik arra hivattak,
hogy bemutassák a Mesiást. 4000 éven keresztül várták a Mesiást. És amikor eljött, akkor Jézus így fejezte be a földi pályafutását. Jézus nem a római birodalomnak a képviselői ítélték el, hanem az ítéletet az egyház követelte ki. Mert Jézusnak meg kellett halni. És azért olvastam fel ezt a néhány igeverset a korintusi levélből, hogy hát ha kedvet kapunk a Biblia olvasáshoz, hogy egy kicsit mélyebben olvassuk a Szentírást. Egy kicsit több időt töltsünk az ige mellett, mert az igét mindig az ige magyarázza. Amikor rendszeres olvasói leszünk az igének, és rendszeresen fogjuk szelepelni sorjába az igét, egyszer Isten meg fog szólalni, és elindít bennünket az üdvösség útján, és ez arra lesz jó, hogy eltűnjön az életünkből a kételkedés, eltűnjön belőlünk a félelem, a halálfélelem, mert az írás nem csak arról beszél, hogy Jézus meghalt az írások szerint, és feltámadt az írások szerint, hanem az írások szerint kijelentése is van nekünk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, nem lesz, hanem már itt a földön van, és bizonyossá tesz felőle, hogy majd amikor eljön a biológiai halál, és átlépem az üdvösség küszöbét, akkor szembesülök az örök élet áldásaival, és a valóságával, mert az nem pusztán szavakból áll. Ha beteljesedett a Szentírás, és azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus meghalt az írások szerint, úgy, ahogy le volt írva felőle. A 22. Zsoltárt Dávid írta. Dávid kapott kijelentést az Istentől. És a 22. Zsoltárban leírja Dávid, hogy Jézusnak a köntösére sorsot fognak vetni. Tudjátok, mikor élt Dávid? Krisztus előtt 1000 évvel. Egy 1000 éves profécia, amit Isten kijelentett Dávidnak, és nagy pénteken beteljesedett. Lehet hinni az igének, testvérek? És ha mi ezeket a dolgokat elhisszük, akkor mi nem úgy fogunk hazafelé jönni beszélgetve a temetőből, hogy nem jött onnan még vissza senki, mert ez Isten káromlás. Mi ezzel megalázzuk az Istent, és semmibe vesszük az ő ígéretét. Ha az 1000 éves proféciának be kellett teljesedni, és a Jézus köntösére sorsot vetettek a római katonák, pont úgy, ahogy meg volt írva, akkor van hitele a Szentírásnak? Krisztus előtt 700 évvel élt Ézsaiás próféta. És az Ézsaiás proféciában arról olvasunk, hogy Ézsaiással az Isten megíratta a fia szenvedés történetét. Hadd olvassak néhány sort belőle. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Hogy nézett ki Jézus nagypénteken? A következő vers megmondja, utált, és az emberektől elhagyatott volt. Fájdalmak férfiai, betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtettük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Jézus nagypénteken meg volt korbácsolva. Olyan korbáccsal, amely felszaggatta a bőrt a hátán. Le volt köpve. Tövisből, gunyból tövis koronát tettek a fejére, a földnek az átkát. Amikor Isten kiküldte Ádámot és Évát a paradicsomból, azt mondta, hogy átkozott legyen a föld miattat, bogáncsot és töviset teremjen. És az embernek nagypénteken eszébe jutott,
hogy a földnek az átkát tegyük már a teremtőnek a fejére. Hát olyan elhagyatott, nem védi magát. Annyi csodát láttunk most meg, úgy össze van roskadva, hallgatag, néma. Hát üzzünk belőle gúnyt, és feltették a tövis koszorút a fejére, amelynek 15 centis tövisei voltak. Gúnyt üzött az ember a teremtőjéből, a teremtmény a teremtőből. Utált volt, nem gondoltunk vele, hogy mit csinálunk. Ezért hangzott a kereszten az imádság. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Hát ilyen pontosan leírta Ézsaiás a halálát? Igen. Hogy írhatta le? Úgy, hogy az Isten diktálta. És ezek szerint, testvérek, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, olyan jó volt, hogy gyógyított, meggyógyította a betegeket, a leprást, feltámasztotta a halottat, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Olyan szívesen fogadta a nép a csodát, a kenyérszaporítást, a betegségből való meggyógyulást. És nagy pénteken beborult az ég. Pilátus azt mondja Jézusnak, nem tudod, hogy szabadon bocsájthatnálak, a kezemben van az életed. És azt mondja viszonzásul Jézus válaszként, nem volna semmi hatalmat felettem, ha nem az én atyám adott volna a te kezedbe. Ha Pilátus szabadon engedi az Úr Jézust nagy pénteken, Jézusnak akkor is meg kell halni a kereszten, mert Jézus a világ teremtetése óta megöletett az Isten üdvözítő tervébe. A jelenések 13.8-ban ez van leírva. Ő megöletett a világ teremtetése óta. Ha Pilátus szabadon engedi Jézust, és használja a jogot, mert semmi bűnt nem talált benne, akkor Pilátus magát mentette volna meg, és Pilátus, ha belevetette volna a hitét, mert azt mondja Jézus, hogy ő király, és ha ő király, neki van országa, akkor Pilátus üdvözülhetett volna, mint a kivégző osztagnak a századosa, aki a kereszt alatt tett bizonyságot róla. És Jézusnak akkor is meg kellett volna halnia, mert az atya így döntött a fia felől. Jézus a kereszthalált nem kerülhette volna ki, mert a Jézus kereszthalálára szükség volt ennek a teremtett világnak, nektek és nekem. Ezért kellene fellapozni a Bibliát, testvérek, és legalább beleolvasni, meg utána olvasni, hogy beszélnek itt a papok a kereszthaláról, feltámadásról. Van ennek hitele? Van ennek hitele? És ha ennek van hitele, akkor lehet, hogy megjelenne az öröm az arcunkon, betöltené szívünket a békesség, kevesebbet kellene a patikába menni, hogy tudjunk aludni, mert lenne békességünk az Istenben, az Istennel, mert addig nincs békesség. Pál apostol nem véletlenül kezdte a leveleit úgy, hogy kegyelem néktek és békesség. A kegyelem a halálra ítélt embernek jár. Annak szokták adni. Nem jár neki, kapja ajándékba. Kegyelem és békesség. Amíg nincs kegyelem, addig nincs békesség. És testvérek, tovább haladunk a Szentírásba. Dániel próféta, amikor Babilonban van a fogságba, akkor Isten lediktálja neki, a Dániel könyve 500 évvel Krisztus előtt íródik, és lediktálja, az Isten azt mondja neki, 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mesiás, és senkije nem lesz.
és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztítás. 500 évvel Krisztus születése előtt, azt mondja Isten, 62 hét múlva kiirtatik a Mesiás. A város meg utána elpusztítatik. Titus Krisztus után 70-ben lerombolta Jeruzsálemet. Azóta így áll Jeruzsálem. Templom nincs, maradt a siratú fal. Ennyire hiteles a Biblia? Meghalt Krisztus az írások szerint, testvérek. Ez nem közkívánság, így rendelkezett az Isten a tökéletes fia felett, hogy a bűnös ember, aki vétkezett az Isten ellen, kegyelmet és bocsánatot nyerjen. Ha ezek mind igazak, akkor testvérek, az utolsó ítélet napján lesz ember a világon, akik megjelennek majd az Isten ítélő széke előtt, akik hibáztatnák az Istent azért, hogy nekik el kell kárhozni és elmenni az örök gyötrelemre. Az Isten mindent elvégzett, az írások szerint. Na de hát nem mindenki olvas Bibliát, és ezért az Isten a hibás, testvérek. Amikor felnyílt a vaszár, a határ, a hollandok először Bibliákat hoztak. Csongor az a gyülekezet volt, aki Gulácsi által el volt látva mindenféle irodalommal. Fogunk különbözni a többi gyülekezetektől, csongoriak? Hogy mindenkinél hamarabb kaptunk Bibliát, és annyit, amennyi kellett, és olyat, amilyen kellett. Családi Bibliától zsebbibliáig mindenféle fajtát. Csongoron több Bibliát olvasó ember van, mint másutt. Vagy porosodnak a Bibliák? Vagy az írásnak nincsen hitele? Az első keresztények nem fanatikusak voltak, hogy meghalljanak Krisztusért, és letették az életüket, hanem Krisztusba vetett hittel, hogy amikor leteszem ezt a földi életet, én nála ébredek, mert tudom, kinek hittem. És amíg nem fogunk rendszeresen Bibliát olvasni, nem fogjuk megismerni a Teremtő Istent, a Megváltó Istent, a Szentlélek Istent. Nem kapjuk meg az Isten szent lelkét, mert az Isten szent lelkét annak adja, aki megtér. A megtéréssel együtt jár a Szentlélek, és a Szentlélek tesz bizonyossá afelől, hogy mi Isten fia vagyunk, fogadott gyermekei vagyunk, egy családnak a tagja. Megkapjuk a lélek ajándékát, és meg fog szólalni a Biblia, és beszélni fog. Nagy pénteken elsötétedett a nap. A Máté evangéliuma szerint megrepedeztek a kősziklák, és sok elhunyt szentnek teste feltámadt, és a Krisztus feltámadása után bementek Jeruzsálembe. Kozmikus jelenségek. Kozmikus jelenségek. Az egész földön, azt írja Máté, elsötétedett a nap az egész földön, mert Istennek ilyen evangelizációja is van. És akik látták ezt a sötétséget, fel kellett tenni a kérdést, hogy mi történt. Ilyen délutáni világosság volt, mikor Jézus kilehelte a lelkét, és elsötétedett a nap. Az emberek megszokták, hogy sokkal később bukik le a nap. És most még az égen van, és nem süt, és nem világít. Mi történt? Meghalt az Isten. Meghalt az Isten az emberért. És tudomásul kellett venni a földön, hogy valami történt, és majd jönnek a karavánok, mennek a kereskedők, és elmondják, hogy azért sötétedett el a nap, mert a Golgota hegyén meghalt az Isten értünk. Akik nem voltak Jeruzsálemben az ünnepen, azoknak is tudomásul kellett venni,
hogy itt kozmikus jelenségek történtek. A kőcikla úgy magától nem szokott meghasadni, megrepedni. Megnyíltak a sírok. És a Mesiást váró ószövetségi zsidók, a hithű zsidók, akik várták a Mesiás eljövetelét, csak az ő életükben nem érkezett meg, és abban a hitben haltak meg, hogy el fog jönni, az Isten ígérete be fog teljesedni. Az írások szerint azok olvasták a tekercseket, és hittek abban, hogy eljön a Mesiás. Ezeket Isten feltámasztotta. És jelét adta a főpapoknak, Annásnak, meg a vejének, Kajafásnak, akik sürgették a Jézus halálát, hogy megtörtént a világ megváltása. És eszközök voltatok az Isten kezébe, hogy a fiam meghaljon a kereszten. Nem ismertetek fel a meglátogatás napját. Egy igazságtalan nap volt a nagypéntek, a világtörténelem legigazságtalanabb napja, mert egy tökéletes, tiszta szent embert küldtek a halálba azért, mert tele volt szeretettel, kegyelemmel, megbocsátással, segítőkészséggel. Ez egy igazságtalan nap volt. És testvérek, mi általában szeretjük az igazságot, legalábbis követeljük sokszor az igazságot, hogy igazságosan ítélkezzenek felettünk, igazságosan usszanak, igazságosan osszák meg a testvérek a vagyont, nehogy becsapjanak. Isten igazságtalan volt nagypénteken, mert hagyta megmenekülni Barabást, a fiát meg ott hagyta a kereszten, hogy elhangozzon a keresztről, hogy elvégeztetett a váltság. Az írások szerint. És az írás bizonyíték. Azt nem magaktól találták ki a prófétáknak, nem a maguk ötleteit írták bele a Bibliába, a Szentírók, hanem az Isten lelke diktálta. És ezért egyezik az 1000 éves profécia, a 700 éves profécia, meg az 500 éves profécia egybecseng, mert egy a diktáló, egy a gazda, aki diktálta, a mindenható Isten, a saját halálát leíratta az Isten a könyvbe, hogy az be fog teljesedni, mert úgy szerette Isten a világot. Az írások szerint meghalt értünk. És azt mondja Pál apostol, hogy feltámadott az írások szerint. Az írások szerint. Izsaiásnak nem csak az 53. része mesiási profécia, hanem az 52. részének a második fele is. És abba ezt írja. Imé jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőle, sokan oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem emberfiáé volt. Aképpen ejt ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. A királyok befogják előtte szájukat. Amikor Jézus feltámadt, akkor végigfutott a hír, és a papság azért vásárolta meg pénzen az őröket, hogy már előre ki van tervelve, a papság hitte, hogy fel fog támadni Jézus, és hitték, hogy ő a Mesiás. Csak azért kellett meghalnia, hogy megmaradjon Jeruzsálembe, a templomba az oltár, és minden reggel meggyújtsák az oltáron a tüzet, megáldozzák a bárányt, este megint megáldozzák, az ünnepeken meg halomra áldozták az állatokat, a papság meg ebből élt. Húst hússal. De hogyha Jézus a Mesiás és elismerik, akkor az oltárt szét kell szedni, nincs több áldozat, mert a Golgotán megtörtént kereszthalál az engesztelő áldozat volt, ketté hasadt a kárpit.
Kajafásnak és Annásnak, az apósának és a vejének szembesülni kellett, hogy mikor bementek a templomba, a szentek szentjébe a kárpit, amely elzárta a frigyládát, az ketté van hasadva, kinyílt a menny. Bemehet a rablógyilkos, bemehet a parázna, bemehet a vámszedő, kinyílt a menny, mert Jézus áldozata szabaddá tette az atyához az utat, bűnbánaton keresztül. Feltámadt Jézus az írások szerint. A Biblia több helyen beszél arról, hogy ő fel fog támadni. Jézus maga háromszor jelentette a tanítványoknak, csak a tanítványok nem figyeltek oda. És ettől függetlenül feltámadt Jézus. Az írások szerint feltámadt. És testvérek, a 16. Zsoltárban azt mondja Dávid, szintén 1000 évvel Krisztus születése előtt, hogy nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Idejébe levették a keresztül. Harmadnap múlva, meg abban a testben, amelyben megfeszítették, felöltötte a húsvér test helyett a megdicsőült testet, csak meghagyta a sebeket, meghagyta a kezén a szögek helyét, és amikor megjelent a tanítványoknak, akkor azt mondja, hogy én vagyok. Noha ő átment a bezárt ajtón a falon. Megdicsőült testbe, de a sebeket hagyta, hogy bizonyíték legyen, hogy a tanítványok ne kételkedjenek. A 16. Zsoltárban azt mondja az ige, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. 1000 évvel a születése előtt. Hiteles a szentírás? Igen. Jézus háromszor jelenti a szenvedését, kereszthalálát, és harmadszor a feltámadást. Hogy ne legyenek bizonytalanságban a tanítványok. És testvérek, hadd olvassam fel azt az igét, amit már olvastam nem egyszer itt Csongoron. Pál apostol a Tesszalonikai 2. levélben azt írja, hogy azért bocsájtja rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Amikor egy ember évtizedeken keresztül hallgatja a Szentírás szavait, az Isten szavát, és erre tud legyinteni, és nincs foganó képesség, nincs befogadás, akkor egy idő után Isten rábocsájtja az igét hallgató emberre a tévejgés lelkét. Nagyon sok ember keresi a helyét, egyházból egyházba vándorol, templomból templomba, a keresztnél kell találkozni. Aki találkozott a keresztnél, minden egyháznak megvan a maga nyomorúsága és a maga betegsége. És ha lenne tökéletes egyház, azt mondta Szabó Dani bácsi, aki sokat járt Kárpátalján, azt mondta valakinek, aki azt mondta, hogy ebből az egyházból megyek egy másikba, azt mondta, mert az egy tökéletes egyház. Azt mondta neki Dani bácsi, hogy ha lenne tökéletes egyház, gyermekem, akkor az csak addig lenne tökéletes, míg te oda nem mensz. Testvérek, ennyit a tökéletes egyházról. Mert mi tökéletlenek vagyunk. Nekünk van egy tökéletes megváltónk, és nekünk őre van szükségünk. És aki megtalálja benne a békességét, az megtalálja az imádságnak és az imádatnak a helyét. Az megtalálja benne az élet urát, az élete urát. És Isten őrizzen meg attól, testvérek, hogy abba a fázisba essünk bele, hogy a sok ige olvasás után összezavarodjunk, összegabajodjunk, és most már semmit nem akarunk érteni a Bibliából, és azt mondjuk, hogy letesszük, mert ennyi idő után nem tanultam meg lapozni, nekem hallgat a Biblia,
pedig a Biblia beszél, és amikor már elhallgat az Isten, mint Heródesnek nagypénteken, Jézusnak nem volt szava Heródeshez, mert Heródesnek keresztelő Jánost küldte az Isten, csak ő keresztelő Jánost elnémította. Aki pedig elnémítja az Úr Jézust, az ő szavát, arra rábocsátja Isten a tévejgés lelkét, és fog hinni a hazugságnak. Aki nem hisz az igazságnak, nincs más alternatíva, nincs más lehetőség, ott hinni kell a hazugságnak. És testvérek, ha nem hiszünk a feltámadásba, akkor biztosan, hogy hinni kell a hazugságnak. Mert az ördög a hazugság atya. És majd lesz egy igazságos ítélet. Mert nagypéntek egy nagyon igazságtalanság volt nagypénteken. Lesz egy nap, amikor tökéletes igazság lesz. Amikor azt írja az ige, hogy Jézus elé odaállítatnak a népek, üdvözültek és elkárhozottak, és Jézus a tökéletes ítéletben minden egyes embernek, aki Ádámtól kezdve megszületett, az utolsó gyermekig, aki meg fog születni az ítélet napjáig, ki fogja mondani az ítéletet. Az üdvözülőknek megpecsételi a hitét, és azt mondja, hogy jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot. Az elkárhozottaknak azt fogja mondani, távozzatok tőlem az örök tűzre, és amment mondok a döntésedre. Aki egy életen keresztül nem érkezik dönteni az élet mellett, Jézus az ítélet napján azt mondja, hogy barátom, amen. Én tudomásul vettem, hogy én te neked nem kellettem. És testvérek, nem úgy van az, hogy majd a halál után én azt remélem, hogy jó helyre ment. Én úgy gondolom, hogy jó helyre ment. Isten nem a véleményünket kérdi, emberek. Hát akkor ezt a Bibliát be lehet dobni a fűrészporos kályhába. Ha Jézus meghalt az írások szerint, és feltámadt az írások szerint, akkor az ítélet az ilyen közkívánatra lesz? Megszavazzuk? Meg azt mondjuk, hogy én úgy gondolom, hogy jó helyre ment? Hát az itt dől el. Az nem a halál után dől el, a halál után csak szembesül az ember az írások szerint. Mert ha kereszthalál az írások szerint történt, a feltámadás az írások szerint történt, akkor az ítélet is az írások szerint lesz. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem enged a fiúnak egy életen keresztül, úgy gondoljuk, hogy az is jó helyre ment. Nem ezt mondja a Biblia. Nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János 3.36. Az Isten haragja marad rajta. Megmaradt a bűnébe, és azt mondja neki az Isten, hogy amen. Így döntöttél, baloldalt. Ezért kell elővenni a Bibliát, és legalább egy fél órát reggel, egy fél órát este veled foglalkozni. A lelkeddel, magadért foglalkozzál, nem másért. És amikor magaddal rendbe leszel, akkor hitele lesz a bizonyságtételnek a gyermeked az unokád életébe, és akkor leülnek az unokák is melléd, mert azt látják, hogy nagymama már nem a lócát csiszolja, mert kimelegedett az idő, hanem törődik a lelkével, meg törődik a családjával. Úgy legyen. Amen. Köszönjük, édesatyánk, a Szentírást, amelyet azért adtál a kezünkbe, hogy mi ne maradjunk a sötétségbe, hanem miénk legyen az életnek a világossága. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért jöttél ebbe a világba, hogy mindaz, aki hisz a te nevedben, azok el ne vesszenek. Urunk, imádkozunk a te népedért, akik valaha elindultak feléd, megtorpantak. Őrizd meg attól, Uram, hogy a tévejegés lelkét kelljen rájuk bocsájtanod.
könyörülj Csongor népén. Urunk, ebben a faluban minden házban van Biblia, porosodik, szánj meg bennünket, könyörülj rajtunk, józaníts ki bennünket, hogy ne álomvilágba éljünk, ne majd szép énekeket énekeljenek a koporsunk mellett, hanem itt tudjunk neked lelki énekeket énekelni, dicsőíteni téged, a dicsőség urát, a leköpött tövis koronás Jézust, aki feltámadtál és diadalt vettél, és legyőzted a halált. Te vagy az egyetlen a világon, aki letetted a halálba az életedet, alászálltál a poklok mélységébe, és visszajöttél ebbe a világba, és azt ígérted a tieidnek, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Urunk, ezt az életet kérjük tőled, ezt a fényt, adj erőt a kezeinkbe, adj bölcsességet a gondolatvilágunkba, hogy hadd legyen drága a te személyed számunkra, olyan drága, amilyen drágák voltunk neked, akikért meghaltál a kereszten. Áldott lelkeddel pecsételd meg a veled való közösségünket, hogy élvezhessük az Isten fiak szabadságát, és egyszer belépjünk a kapukon a városba, a dicső városba, Jeruzsálembe. Így hallgass meg kérésünket, és így hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is. Köszönjük, Atyánk, a meghallgatott könyörgéseket, és az Úr Jézus drága véréért, nevéért teljesítsd azokat a kéréseket, amelyek a lelkünk üdvét munkája és a te dicsőséget fogja hirdetni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.